Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. Bár péntek 13-a van, a mai weekendben csak jó dolgokról fogunk beszámolni és beszélgetni is. Érkezik majd Molnár Piroska a hamarosan záró kiállításával, de a Kálai gyűjteménybe is ellátogatunk majd. A karácsonyi hangulódásban pedig a vikár növendékei fognak segíteni. Először azonban színházba megyünk, ahol nemrég bemutatták a Pacsirta című darabot. Pacsirta! Gyere már, kislányom, lehessük a vonatot! Már csak lekésnék. Hogy mondod, aranyos? Semmi. Bőven tetted be tiszta ruhát. Nyugodtan vegyél fel mindennap másikat. Ágynemű biztosan kap, de azért egy poklózat is eltemagolok. Gyógyszerén, a kis dobozban napok szerint. Raktad be a kedvenc tejától is. Majd kérd meg Eter Kadémi, hogy reggelente főzödeket belőle, de ne így játom sokat, meg megállt. De én semmit, ami nem is jól. Remélem azért csinálnak olyat, amit szeretek is ledes, egy kisebb súlyt, azt nem tudják annyira elmondani. Aztán majd a hazai rendbehozzuk a gyógyodat. El fogunk késni. Nem utazom el. Nem akarsz el? Nem akarok itt hagyni titeket egyedül. Mert a Béláék várja. Meg aztán jót tesz neked egy kis... Környezetváltozás. Néhány évvel ezelőtt rendezte itt Nyíregyházán a Kalucsnit, illetve az Augustus Oklahomában-t, és mind a kettő úgy gondolom, hogy nagyon nagy siker volt. A Pacsirta próba folyamata jelezhet előre hasonló sikert? Ezt tudja, nagyon nehéz mindig megjósolni, mindig ebbe bízunk, és akkor ez, hát mi azon vagyunk, hogy ez így legyen, de ezúttal is azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó próba folyamat volt. Én nagyon-nagyon szeretem az itteni színészeket, és nagyon jó velük dolgozni, úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszeni fog a közönségnek is. Az önválasztása volt ez a Pacsirta, vagy hogyan esett erre a választás? Gyakorlatilag egy javaslat volt. A színház is javasolt, ilyenkor az szokott történni, hogy javasol a színház is színdarabokat, meg a rendező is javasol színdarabokat, és akkor ebbe állapodtunk meg, de ezt Bíró Bencével, a dramaturggal közösen javasoltuk a Pacsirtát. Ugye Kosztolányi egy csodálatos szerző, és... ebből csak filmváltozat van, tehát ez az első színházi változata. Tehát ilyen értelemben ős bemutató. Nézem a lányok. Szinte sértőn bámul. Nézem ezt a 39 éve megszokhatatlan arcot, ami egyszerre süli, meg sovány is. A húsos orrot, a táglószerű orrikakat, a szigorú férfias szemöldököt, a kirinyós avós szemet, mely valamelyest az én szememre emlékeztet. Keveset jártam benne a városban. Veszélyezte őket ez a nagy-nagy nyilvánosság. A Széchenyi Kávéház teraszán délutáni mikorózók ültek, föltekintettek újságjukból, és Pacsirtára néztek. Nem tiszteletlenül, hanem úgy, ahogy rendesen. Bizonyos, jóindulatú, hamuszín rokon szemben, melyet belül káröröm bélel, piros. Mindenki minket. Azért van szerint. Egy nagyon-nagyon egyszerű történet, egy kisvárosi történet, egy házaspárról, akinek van egy gyereke, nem tudom, hogy mennyire emlékeznek a filmre, vagy ez kikopott már a köztudatból, de ez Páger Antal híres nagy szerepe volt, és ő játszotta a főszerepet, és azért, mert ez egy nagyon szívbemarkoló és mindig aktuális történet. Az, hogy mi van a gyerekeinkkel, hogy sikerül az életük, és hogy az mennyiben a mi felelősségünk, vagy mennyiben a mi bűnünk, ha nem sikerül jól, vagy kevésbé sikerül jól. Ugye azért vidéken a mai napig erősebben benne van a köztudatban az a gondolat, hogy pártában maradni. Tehát egy férhez nem ment lány az valamilyen módon mindig szégyen, vagy a szégyen kategóriája az valahogy azt jelenti, hogy nem sikerült az életünk. Nekünk szülőknek sem. És közben meg az is van, hogy ez a úgynevezett mama hotel jelenség, hogy a gyerekek egyre hosszabban laknak a szüleiknél, ez egy általános világjelenség újra. És ez a két dolog így fedi egymást, és ez érdekelt, vagy attól azt gondoltam, hogy majd ez érdekes lehet a mai néző számára is, még akkor is, hogyha ez egy jó 100 éves történet. Kit is mondok? Kicsoda? Ez a senki. Ők 20 volt. Na, 5:30, most kell megérkezni. Megígérte, hogy megérkezik, hadd a sűrgépét. A sűrgépét itthon megírtam neki. Akkor csak fel kell adnia. Miért nem adta fel?
Elfelejtette? Ide is kell érnie. És az meg mennyi idő? Hát ez rosszul kezdődik. Mi? Ez a hét. Nélküle. Úgy gondolja, hogy a fiataloknak és az időseknek egyaránt fog tetszeni ez az előadás? Nem tudom, nagyon remélem. Valószínűleg tehát az egyel idősebb generáció jobban átérzi a szülők problematikáját, ez biztos, de azért remélem, hogy a fiataloktól sem lesz idegen, vagy nekik sem lesz furcsa. Na és hol gyűlnek össze a nevezett nemes urak minden áldott nap? Nem a templomban. Természetesen Sárszeg legnagyobb vendéglőjében! A magyar királyban! Uraim! Jó étvágyat! Te előtte egy jó kis aperitív! Ez volt! A Bárduncok című asztaltársaság 20 évvel ezelőtt alakult Sárszegen, azzal a nem megvetendő céllal, hogy a szesz fogyasztást népszerűsítse. És a férfi barátságot ápolja. Pálinkát, Ilonkát! Itt a mi híres szerkesztő! Ijas Miklós nem szerette a szerkesztőzik, elsősorban költőnek hallotta magát. Mik a híre? Semmi jó, uraim, semmi jó! Mindig az irónia, a kritika, a panaszkodás. Hát szép és jó dolgok is történnek a világban, arról is írjon Miklós. Molnár Piroska már többször volt a Weekend vendége, mindig felsőbb csatornákról beszélgettünk, és valahogy ez kapcsolódik a mostani témához is, hiszen még néhány napig Mandala alkotásaiból látható egy kiállítás. Szia, jó estét! Jó estét kívánok mindenkinek! Aki ismer közelebbről, az tudja, hogy van egy ilyen elhivatottságod, és aki meg nem, és most elmegy még a kiállításra, vagy már volt olyan szerencsés, hogy látta, az pedig meggyőződhetett arról is, hogy micsoda precizitással és hihetetlen érzékenységgel készülnek ezek az alkotások. Hány éve kezdtél bele a mandala festésbe? 12 éve festek mandalát. És ez hogy történik, hogy egyszer csak úgy ébred az ember, hogy mandalákat fog festeni, vagy csak... Hát nem tudom, hogy ez kinél hogy történik. Én egy kiállításon voltam annak idején, és nagyon-nagyon megtetszettek az alkotások, és egy fehér mandala annyira megérintett, hogy akkor eldöntöttem, hogy ezt én is nagyon szeretném kipróbálni. De voltak előtte egyébként ilyen ambícióit, tehát festegettél, vagy utoljára valamikor a rajzórán a rajzórán utoljára, de mindig is érdekeltek a művészetek, tehát hogy én azért rendszeresen jártam kiállításokra. Én úgy gondolom, hogy a tehetség is azért ilyen otthoni kreatív módon már az elején egy picit megmutatkozott, de természetesen azért az egy hosszabb folyamat volt, még megtanultam azt, hogy kell precízen elkészíteni egy mandalát. És hát ugye ez nem csak egy esztétikai élmény, hanem azért mögötte nagyon-nagyon sok minden van, és minden egyes mandalának van valamilyen üzenete. Tehát, hogyha az ember így több mandalát lát együtt, akkor bennem legalábbis az a gondolat fogalmazódik meg, hogy gyakorlatilag kifogyhatatlan az a téma és az a szín, és tehát inspiráció úgy gondolom, és ha tehetség is van, akkor évtizedekig vagy évszázadokig lehet alkotni. Én azt gondolom erről, hogy a mandala az magát az univerzumot képezi le. És ugye az univerzumot még mi sem ismerjük olyan hatalmas, tehát pont ezért nagyon nagy a tárháza a mandaláknak a kínálatban is. Vannak kedvenc technikáid, színeid, formáid, vagy mármint... Igazándiból nem formák ezek, hanem motívumok, amiket alkalmazol mondjuk egy-egy mű elkészültekor? Szerintem nem tudok a kedvencet kiemelni, mert minden egyes alkotás az egy készül egyszerre, és abban mindig benne van az embernek a szíve és az akkori érzései, lelki világa. Mennyire időigényes ez, mert ugye pont a kiállításod a Gyetván Magdolna textilművész barátnőd nyitotta meg, és az ő kiállítása kapcsán beszéltünk arról, hogy ugye az ő alkotása sokszor egy év. Egy-egy festő pedig olyan szerencsés, hogy akár egy óra alatt megfest egy képet. A mandala készítés az mennyire időigényes? Hát itt is azért az idő az függ a mérettől. Egy kisebb mandalát azt egy pár nap alatt ugye el lehet készíteni. Egy nagyobb motívumot, egy nagyobb mandalát, volt, amit én is hónapokig festettem.
Milyenek voltak a visszajelzések? Ugye azért sokan ott voltak a megnyitón, és gondolom, hogy itt is van egy vendégkönyv, amiben azért születnek bejegyzések. Igen, hála Istennek, köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött a megnyitóra, és persze azoknak is, akik azóta látogatták a kiállítást. Én nagyon boldog vagyok, mert pozitív visszajelzések jöttek, és ami ebben az évben számomra is meglepő volt, hogy érdeklődtek az emberek, tehát kérdeztek a technikáról, a motivumokról, a színekről. Hát és talán most elfejlődtük már azt az időt, ahol az emberek nyitottak arra, hogy egyáltalán kíváncsiak legyenek arra, hogy egy mandala mit jelképez. Ugye december 18-áig látható a kiállítás. Lehet, hogy lesz a kiállítás látogatói között olyan is, amilyen te voltál egykoron, hogy úgy gondolja, hogy neki is bele kell kezdeni. Tehát te vagy tulajdonképpen az ihlet és az inspiráció. Én ennek nagyon örülnék, bárki, aki kérdéssel fordul hozzám, én szívesen segítek bármiben. Egyébként nehéz volt kiválogatni azokat az alkotásokat? Nem tudom, hogy a több mint 10 esztendő alatt hány mandala született meg a kezeid. Hát szám szerint így nem, megmondom őszintén, nem számoltam meg. Ez most nem egy tervezett kiállítás volt, tehát nem egy témára dolgoztam, hanem az elmúlt évek alkotásaiból állítottunk ki. Itt egy picit a nehézség az volt, hogy azt a rendszert megtaláljuk, hogy egyik és a másik, tehát hogy a harmónia meglegyen egymás között, de nagyon rugalmasan tudtunk haladni, hála Istennek. Meg hát akinek ilyen érzékenysége van, annak szerintem ez valószínűleg nem is hát olyan nehéz feladat. Köszönet a Kultúrház tagjainak is, mert ők is nagyon-nagyon sokat segítettek. Akkor december 18-a az utolsó határidő, és a Város Majori Művelődési Ház addig várja a kiállítás látogatóit. Mi pedig arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a jövő majd mit hoz, de abban a témában egy következő alkalommal látunk vendégül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, és boldog új évet, kellemes ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen a meghívást én is, és én is kellemes ünnepeket kívánok, boldog új évet. Kedves nézőink, mi pedig maradunk a kiállításoknál, csak kicsit más műfajban. A Kálai gyűjteményben egy kezes és több személyt igénylő bábokat lehet megcsodálni, közel 100 darabot. Tigris vagyok, a Kálai gyűjteményben vagyok látható. Igen, sok barátommal együtt. Róbert Gida barátai közül a nyuszi, malacka és a kenguru család is itt van. A kedves kisállatok mellett szörnyecskék, szegény legények és királyfik is láthatunk a múzeum emeleti kiállító termében. Például ő, aki ugyan nem egy szőke herceg, mégis értékes. 20 évvel ezelőtt, amikor készült, 50 ezer forintba került. Van egy ilyen csillag alakú mozgató rész benne, alul felül rugós. És ennek az a lényege, hogyha én megfogom, azért készül sok ideig, mert ugye ezt mind faragják egyébként. Meg van benne egy belső mechanika, hogy a gapit az mindig emberre van szabva, tehát az mindig egy saját készhez van szabva, és ez úgy működik, hogyha felemelem, tehát ha lenyomom, akkor felemeli a fejét, meg behajtja a fejét, meg jobbra tudja, meg balra tudja, és pont ugyanazokat a mozgásokat tudja megcsinálni, mint egy ember. Egy egyszerű kesztyűs báb, ami a bábjáték legegyszerűbb formája, 2-3 hét alatt elkészül. A pálcás bábokhoz már több idő kell, az igazán bonyolult bábok pedig akár több hónapon keresztül is a munkaasztalon várhatják a végleges, tökéletes formát. Megpróbáltuk azokat a bábokat összerakni, amik ugye különböző technikával készülnek. Tehát itt azért látunk kesztyűs bábokat, látunk gapitos bábokat, látunk vajangbábokat, ugye azokat felrögzítették a falra. Találkozunk nem az igazi marionettel, hanem inkább ezzel az egyszerűsített marionett figurákkal, és találkozunk olyanokkal is, amit ugye nem gapitosnak nevezünk, de több ember mozgatja. Tehát, hogy ilyen változatos legyen, hogy mindent meg lehessen ismerni, az elkészítést, a mozgatását egy bábnak, és hogy milyen anyagból rakjuk össze. Igazából ez a kiállítás szerinted kinek szól, a gyerekeknek vagy a felnőtteknek? Hát én azt gondolom, hogy elsősorban a gyerekeknek. Ugye, bár a mai felgyorsult világban az a csoda, hogy járnak bábszínházba, tehát én ezt gondolom, tehát elsősorban a gyerekeknek, de a felnőttek is titkon azért megnézegetik és elcsodálkoznak rajta. Mi ugye bábszínházas körökben azt szoktuk mondani, hogy a bábszínház az nem műfaj, vagy nem korosztály, hanem egy műfaj. Tehát, hogy ez mindenkinek való, a kicsitől a nagyig.
Az elmúlt években mindig csatlakoztunk az adventi városi programhoz, és szerettünk egy kicsit könnyedebb, de tartalmas, úgymond adventi karácsonyi várakozásra hangolódni, és ezért is a báb kiállítása esett a választás, mely a miskolci Csodamalom bábszínház anyagából került ide. Hogyan kerültetek kapcsolatba a miskolciakkal? A kollégáink mindig együtt gondolkoznak, úgyhogy ez egy nagyon jó, mert ilyen csapatgondolkozás van, és akkor vetődött fel, hogy bábanyag. Budapestre már kértünk anyagot, illetve került ide más városokból is, és most Miskolcra esett a választás, hiszen a nyíregyházi anyagot már bemutattuk, az itteni bábszínházat, a Buraténó anyagát, és most a miskolci Csodamalom került hozzánk. Örült a felkérésnek a miskolci bábszínház, hiszen, mint mondják, az 1920-as évektől egyre inkább a feledés homályában merül a klasszikus bábszínházi műfaj, pedig ez a színjátszás egyik legősibb formája, amelyet mindenkor új hagyományokkal gazdagított. A bábjátszás hagyományos magyarországi alakjai Vitéz László és Paprika Jancsi. A hagyományos és a modern figurákat, a bábszínház technikai sokszínűségét mutatja be a több mint 30 éve működő miskolci társulat. Rengeteg installációt látunk most, és rengeteg jelenetet. Neked személy szerint melyik a kedvenced? Nekem személy szerint kettő is van. Egy azt hiszem pont mögöttem látható a babszemjankó, egy pedig az én bal kezemre látható, vagy bal kezem felől látható a Rigó csőrkirály. Én ezt a kettőt szeretem a legeslegjobban. És miért? Egyrészt a történet miatt, mert ugye nagyon jó történetük van, a különbözőségük is nagyon tetszik nekem, hogy különböző módon mozgatjuk ezeket a bábokat, és hogyha majd felveszitek kamerával, hogy mennyire más stílusban készültek. Tehát az egyik része a Rigócsőr, az ugye tényleg az a klasszikus mesés, herceges, királylányos figurák, úgy vannak öltöztetve a bábok is, azért van amennyire élethűen, autentikusan, vagy hogy legalábbis jellemezik azt, hogy ugye királyokról van szó. A babszemjankónak meg egy végtelen egyszerűsége van. Ezek ilyen szivacsból kitömött, hatalmas nagy fejek, hatalmas nagy testek, amikkel egyébként nagyon jó mozgásokat lehet végezni. Az ember nem is gondolná. Most őszinte leszek itt, amikor a figurákat végignéztük, és rendezték be a miskolciak az anyagot, akkor az a középen látható hajó, ugye a Rák királyfival, egy monumentális kis alkotás, de ahogy körbenéztek, itt tulajdonképpen minden sarok egy-egy meseellem, hiszen ezek a bábok meg is jelentek azokban az előadásokban, amelyeket a Csodamalom bábszínház játszott az elmúlt évtizedekben. Az anyag azért is izgalmas, mert nem hagyományos, vitrines formában mutatja be a kiállított tárgyakat, hanem bátran hozzájuk lehet érni, ki lehet őket próbálni. Igen, ez nagyon érdekes, ugye mindenhol eldugják őket vitrínbe, vagy azért megtartják a távolságot, mert azért ezek a bábok nagyon-nagyon értékesek. Itt nálunk is vannak itt a kiállításon olyan bábok, amik több mint 20 évesek. Tehát, hogy azért ezekre oda kell figyelni, muzeális értéknek minősülnek, meg kell őket óvni, de azt gondolom, hogy akik ide látogatnak, nem fogják, tehát majd megtartják azt, hogy nagyon szépen és óvatosan nyúlnak hozzá. Amit kérdeztem még az előbb, az interaktivitás, ugye vannak kirakva bábok, a Robert Gide és barátai, ők úgy vannak fel, vagy hogy nem esnek le, de a gyerekek megfoghatják és megmozgathatják őket, hogyha szeretnék. Meg felraktak a kollégák egy kalapot, ami nagyon-nagyon varázslatos technikával működik, és a gyerekeknek a fejére lehet varázsolni. A Bábszínház Világa című kiállítás 2025. február elejéig látható. Lassan kijelenthetjük, hogy Pregicer Fruzsina nem csak a kultúra, hanem a jótékonyság nagykövete is, nagykövet asszonya, hiszen vasárnap ismét jónak lenni jó Nyíregyházán, az ő szervezésében. Szia Fruzsi, jó estét! Jó estét kívánok! Nem csak az én szervezésemben, mert inkább ötletem volt, amivel megkerestem tavaly Tamás Attilát, a Vikár Sándor Zeneiskola igazgatóját, és teljesen nyitott ajtókra, szívekre és lelkekre találtam. Így, amikor tavaly megcsináltuk az első ilyen jónak lenni, jó jótékonysági koncertet a Kürt utcai zeneiskolában, a díszteremben, akkor oda lépett hozzánk Sesták Oszkár elnökör, és azt mondta, hogy legyen ebből hagyomány. És így lesz most december 15-én, 18 órakor ugyanígy a
Kürt utcában, a díszteremben, ugyanúgy jónak lenni jó előadást, hogy mondjam, jótékonysági koncertet fogunk adni, amelyen egyrészt a Vikár Sándor Zeneiskola tanárai, növendékei lépnek fel, valamint a Móricz Zsigmond Színházból, igenis, ugyanúgy, mint tavaly, és ugyanúgy tavaly is premier után voltak, hát nem túl kipihenten kollégák, ugyanígy most is Kuti Patricia például egy premierből esik vasárnap oda. Igen. A zeneiskolába. De Bata Hajnalka, a népdalénekes is fellép a többi tanáron kívül, illetve van egy meglepetésünk, hogy Szolcska Ábel megyés püspök ugyanígy vállalta a fővédnökséget. A meglepetés az, hogy a Szent Atanászi Tudományi Főiskola görögkatolikus szemináriumának kispapjaiból alakult egy kis kamarakórus, és dr. Dobos András szemináriumi rektor vezetésével ott fognak ők is énekelni. És hát ugye természetesen, mivel azért 18-a már ugye nagyon-nagyon közeledünk, igen, a karácsonyhoz, gondolom, hogy ez egy ilyen szívet, lelket feltöltő, bocsánat, karácsony. 15-én. 15-e? Ó, bocsánat, nehogy félre kalibráljuk itt a nézőket, 15-e, de hát vasárnap. Gyakorlatilag nagyon közel vagyunk a karácsonyhoz, igen, úgyhogy gondolom, hogy karácsonyi hangulatban is zajlik majd egy picit ez a koncert. Ez is volt alapvetően a szándékunk, hogy mindenki fellépőt úgy szólítottunk meg, hogy alkalomhoz illő gyöngyszemet hozzon, azzal szórakoztassa, azzal adjon örömet igazából a nézőknek. Fruzsina, ugye szeretjük azt is tudni, hogy a bevételt azt mire fordítják, igen, és ugye ez tulajdonképpen tavaly csatlakozott Nyíregyháza, de hát évről évre a televízióból láthattuk, hogy ez a műsor nagyon-nagyon sok embert megmozgat, igen, nem csak Magyarországon, hanem a televíziós a közvetítésnek köszönhetően a világ számos helyén, ahol magyar szívek dobbannak, és mindig van valami nagyon szép nemes ügy. Ebben az évben hogy alakul? Hát egy nagyon nehéz célt tűzött ki maga elé a közmédia. A baptista egyháznak van egy gyermekhospis intézménye, a Tábita ház, ahol igazából azok a családok lehetnek ott a súlyos beteg, sajnálatos módon végstádiumú gyermekével, akik térítésmentesen, akik ezt igénybe veszik. És ott mind fizikai, mind lelki segítségnyújtásban részesülnek. És tulajdonképpen ez az otthon, ez szeretne bővülni. És szeretne egy nagyobb, tehát hogy több családnak lehessen ott időt eltölteni, és méltó módon eltölteni, akár egymással, akár a gyermekre való figyelemmel. Szakemberek, nem csak orvosok, hanem mentálhigiénikusok, pszichológusok dolgoznak ezen. Nagyon nehéz bármit is mondani, ugye elképzelni, hogy karácsonykor is sokan ott lesznek ebben a házban, és talán a karácsonyokat is szebbé lehet tenni például. De ebből is látszik, hogy már mennyire mozdult meg az ország, mert több mint 100 millió forint gyűlt össze, és reményeim szerint ez azért emelkedni fog. December 22-én csúcsosodik ki a kampány. Nagyon nehéz téma, kikerülhetetlen, de pont éppen a nehézsége kapcsán reméljük azt, hogy nagyon sok szívet és lelket fog megérinteni. Hát sötét és súlyos érzések kapcsolódnak ehhez a témához, de azt gondolom, hogy a vége, tehát akár az, amikor elmegy egy lélek, azért ott mégiscsak a teljes világosság van, és a fénybe való megérkezés, és ez tulajdonképpen a december 17-i rendezvénynek a címe is, a Legyen világosság, ahol Mécs László papköltő műveiből lesz egy önálló est, úgyhogy mesélj erről. 10 éve állítottam össze ezt a versösszeállítást, a legelőső ízben Nagy Dávid zongorista segítségével, aztán Dávid elment Jászberénybe zenetanárnak, és hát régi jó barátnőm, Bata Hajnalka népdalénekes, akit most tüntettek ki egyébként, Gubcsi Lajos alapítványa, a Magyar Művészetért Alapítvány, az Ex Libris kitüntetést adományozta Hajnalkának, és Hajnalkával 2015 óta folyamatosan különböző egyházi periódusokban, a húsvéti bődben akkor a húsvéti népi egyházi énekeket énekel, most pedig
a karácsonyt váró népi énekeket kell, hogy mondjam, kötjük össze ezeket a csodálatos verseket. Mészáros Lászlóról muszáj beszélni, mert mai napig nincs a helyén. Mindenkit rehabilitáltak, talán méltó helyére helyeztek, őt mai napig nem. És 10 éve próbálom kongatni a harangot, hogy figyeljenek rá, mert olyan érzékenyen fogalmaz a szociális nehézségekről, de a háborúról, de a kételjeiről, illetve a maga módján még humoros is. December 17-én lesz tehát ez az önálló ested, a helyszínét és az időpontját mondjuk el a nézőknek. Igen, a Móricz Zsigmond Színház mellett van a Színbád rendezvényterem, és ott a kicsi színpadján lesz délután 17:30. Hát azt gondolom, hogy örülhettek a nézők, hiszen ugye az Uram nem látta Magyarországot után, most ismét színpadra állsz. Boldog békés karácsonyt, és köszönjük szépen, hogy ilyen nemes ügyek mellett állsz most is, legyen így ez a jövő évben is. Nagyon szépen köszönöm, és minden nézőnek ugyanezt kívánom. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk a Weekendet egy újabb művészeti sikerrel. Belehallgatunk a Vikár karácsonyváró adventi koncertjébe is, maradjanak velünk. Gitáros tehetségekkel folytatjuk a Weekendet, üdvözlöm újra a nézőket. Világhírű japán mesterhangszerek egyéves használatának a jogát nyerték el a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékei, egészen pontosan 3-an, akik közül itt ül a stúdióban Schmidt Lotti és a büszke pedagógus Czakó Erika. Jó estét, sziasztok! Estét! Hát szívből gratulálunk, hamarosan meg is hallgatjuk, bár arra gondoltam, hogy igazán akkor lenne ez érdekes, hogyha mondjuk meghallgatnánk egy olyan kis hagyományos gitárt, de hát ugye ti egyrészt whitefülűek vagytok, másrészt pedig valóban tudjátok, hogy ez micsoda értéket képvisel, és milyen különbség van mondjuk egy általános hangszer is között, de egy picit beszélgessünk magáról arról, hogy minek köszönhető, hogy a lányok ezt megnyerték tulajdonképpen. Üdvözlöm én is a nézőket, és köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk. Az Ötvös Zenei Alapítvány minden évben kihirdeti a pályázatát, és a pályázat úgy szól, hogy olyan gyerekeket támogat, olyan tanulókat, akik a szakgimnáziumban tanulnak, meg olyan hallgatókat, akik az egyetemen. Vagy a zeneiskolás nem pályázhat, csak középiskolai és egyetemi hallgatók. A gyerekeknek be kell adni egy pályázatot, önéletrajzot, itt le kell írni, hány évet gitározik, milyen eredményeik vannak. És amikor elolvassák a pályázatot, behívják egy hangversenyre. Ezen a hangversenyen viszont egy 15 perces anyagot kell játszani, ahol meghallgatják a jelölteket, hogy vajon méltók-e egy ilyen mesterhangszerre. Maga a hangverseny, a pályázatnak a helyszíne, az Budapesten volt a Zeneakadémia kamaratermében, és nagyon sokan jelentkeztek ebbe az évbe rá, és az egész műsor körülbelül 2-2,5 óráig tartott, és a végén 8 hallgató, diák megkapta a hangszerét. Ezek között vannak olyan növendékek is, akik már több éven át használják a hangszert, új hangszert összesen 4-et adtak ki. És abban 3 nyíregyházi. És az a 3 nyíregyházi. Az Ötvös Alapítvány tulajdonában 20 hangszer van, de jelenleg 80 kiadó, és abból 3 a miénk. Akkor ez még inkább emeli ennek a sikernek a fényét. Titkon erre számítottál, Erika? Mennyire volt éles a mezőny? Számítottam, mert nekem 4-5 évvel ezelőtt azért a növendékén már játszottak ilyen hangszereken, többen is, 4-5-en. Itt a pedagógusnak, a zenetanárnak az a lényege, hogy megállapítsa, hogy a gyerek mikor készen arra, hogy egy ilyen hangszerpályázaton részt vegyen, mert ennek a pályázatnak vannak következményei, meg kötelezettségei is, és a kötelezettségei az 10 önálló hangverseny. Plusz verseny, nemzetközi országos versenyeredmények. Vagyis nem elég, hogyha én felkészítem őket szép darabba, hanem igenis olyan muzikalitással, meg olyan tudással kell rendelkezniük a gyerekeknek, hogy már tudjon koncerteket adni, és
a hallgatóságot is el tudjuk varázsolni. És azt gondolom, a három növendékem, aki Schmidt-Lotti itt van velem, Román Dalma és Barkóczi Laura, ők már az elmúlt két évben nagyon sokat szerepeltek Nyíregyházán, meg más helyen, meg országos versenyeken, meg nemzetközén, és most értek meg arra a pontra, hogy el lehetett őket vinni erre a versenyre. Ez mit fog jelenteni, hogy akkor a jövőben ezen az önálló koncerten például tényleg egyedül álltok színpadra, vagy esetleg mindhárman, tehát van ebben valamiféle variál? Akár már tagok vannak egyébként a koncertek, és már készülünk kamara, trió, duó és további önálló szóló produkciókkal. Igen. Igen, hát az lenne az igazi, amikor szólóban játszanánk, akkor viszont 30 hangversenyt kéne adnunk. Hát igyekezni fogunk azért a 10 hangversenynek megfelelni, de mivel a lányok, ők barátnak is, szeretnek nagyon együtt muzsikálni, biztos vagyok benne, hogy minden koncerten zárásként megszólal a három hangszer egyszerre. Hát ennyi csodálatos, de gondolom, hogy a három még inkább. Nem tudom, Lotti, te hogy vagy ezzel, hogy egyedül szeretsz inkább játszani, vagy egészen más és varázslatos, amikor hárman gyakorlatilag. Szóval hogy együtt dobban három lány szíve, és együtt áramol a lelketek a muzsikálásban. Egyedül is jó, de együtt pedig háromszorosan olyan jó, mert egyrészt a hangulat is jobb, tehát sokkal jobb együtt gyakorolni, meg készülni a fellépésekre, meg tényleg egy másik hangzás, tehát három hangszer, különböző színek, más ritmus, tehát annyiféleképpen tudunk így játszani, tehát hogy egy ember így egyedül nem annyit tud megmutatni, mint három egyszerre. Én akárhányszor, én Dalmát sokszor hallottam játszani, mert ő ugye a Kodályba járt, ahová az én gyerekeim is, és egyszerűen olyan húrokat mozgat meg az ember lelkébe a gitármuzsika, hogy valami teljesen más dimenzióba kerül. Ugye hát ez a klasszikus gitárnak a tulajdonsága, tulajdonképpen a gitármuzsika tulajdonsága. És sokszor még a könnyek is ott vannak a nézők szemében. Nem tudom, hogy te, amikor játszol, van olyan, hogy tényleg annyira átszellemülsz, hogy te magad is megkönnyezed, mert mondjuk olyan szépen gitározol? Volt már olyan, de egyébként igen, hogyha nagyon átszellemülök, akkor van olyan, amikor egy ilyen 10 másodperc szünet így nagyon. Tehát átszellemül az ember is, és érzi, hogy azt a... Valami történik. Igen, azt gondolom, hogy ennek egy ilyen terápiás, gyógyító hatása is van, tehát egy ilyen gitárvirtuóz, amilyen te vagy, vagy a többiek önmagukat is képesek egy picit a zenével gyógyítani, és hát egy áldásos hatással vannak a nézőkre is. Na most egy picit arról beszéljünk, Lotti, hogy tényleg érzékelitek, hogy ez egy ilyen mester hangszer? Miben más? Igen, érzékeljük. Hát a hangszín más, sokkal hangosabb is, meg könnyedebben is lehet rajta játszani, mint az előző hangszerünkön. Hogyha egyszer vissza kell adni, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon fájó érzés. Vagy vissza kell? Mit lehet erről tudni? Hogyha megfelelünk a követelményeknek, meg lesz a 10 hangversenyünk, és országos versenyen, amire most nagyon készülnek, a legnagyobb országos versenyre, az Oktatási Hivatal által kiírt országos verseny lesz most áprilisban. Ha azon elérünk egy helyezést, akkor automatikusan megkapjuk még egy évre. Akkor nem kell róla lemondani. Nem tudom, hogy egyébként mennyibe kerül egy ilyen hangszer, össze lehet erre spórolni? 12-18 ezer euró. Tehát azért elég pusás. Igen, mert nagyon különleges fákból készülnek, kézzel gyártott hangszerek, japán hangszerekről beszélünk, és azért tudjuk, hogy azért Japánban erre főleg a famunkákat, azokat nagyon, nagyon komolyan veszik, és nagyon-nagyon magas technológiával tudnak dolgozni. És tényleg azért a dinamikája ennek a hangszernek teljesen más, mint amit lehet itt most jelenleg kapni az üzletekbe, akár a kezelése, akár a frekvencia, akár a lecsengése, a hangnak a lecsengése, és főleg egy ilyen hangszer, egy ilyen mesterhangszer, koncerthangszereknek szoktuk hívni, akkor szólnak a legjobban, amikor egy hálás terembe kell megszólalni. Hát, vagyis a terem az még ráad, vagyis a terembe észreveszük azt, hogy hú, na igen, ez na, már. Na Erika, a terem itt most hiányzik, de én nagyon hálás közönség leszek, úgyhogy most én azt szeretném, ha Lotti megszólaltatna ezt a hangszert, mert szerintem már a nézők is nagyon kíváncsiak. Thank you.
ezt elhallgatnám így a szilveszterig szerintem. Hát nagyon, nagyon szépen köszönjük. Hány évet kell gyakorolni, hogy valaki így játszol, Lotti? Sokat. Napi sokat. Szinten? Napi szinten 3-4 órát. Hétvégén, ha lehet többet is. Én egyébként 7 éves korom óta gitározom. Igen. És amúgy nagyon szeretem, tehát meg nem tudnám unni szerintem. Tehát ez nem kényszer neked ez a 3-4 óra, hanem elrepül az idő egy-egy jó gyakorlás során is. Ezt a 10 koncertet, Erika, itt mind Nyíregyházán, vagy a megye több pontján tervezitek? Megye több pontján, Nyíregyházán, és az ország különböző pontjain fogjuk adni, úgyhogy lehet. Figyeljük szerintem a Facebookunkat is, a művész oldalát. Így van, és ott biztos, hogy hirdetni fogjuk. Meg hát a lányoknak is szerintem már lassan lesz egy saját profiluk, ahol már egy kicsit előadó művészi vénáikat is ebből a szempontból, hogy mennyire tudjuk magunkat menedzserni, ez is hozzá fog tartozni már a tanításhoz. Hát gratulálok neked köszönöm is, természetesen is a lányoknak is, és sok sikert is várjuk a koncerteket. Még szépen. Nagyon fontos megköszönni a kuratóriumnak, hogy kiválasztották a lányokat, és az Ötvös Alapítványnak, és tényleg így utólag, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy ilyen csodálatos 3 hangszert kaptunk. Csodálatos 6 kézbe. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, nemrég dupla karácsonyváró hangverseny várta az érdeklődőket a Vikár Sándor zeneiskolában, amelyet kameráink is rögzítettek, ebből következik most egy kis részlet. Thank you.
Aki a teljes koncertet szeretné látni, az december 26-án 20 óra 30 perckor mindenképpen kapcsoljon a Kölcsei Televízióra. Mint említettem, ez egy dupla előadás volt, a másodikból jövő hét pénteken mutatunk majd részleteket itt a Weekendben. Már csak egy gyors mozi egyjátékra maradt időnk. Kérdésünk, milyen mester hangszerek egyéves használati jogát nyerték el a művészeti diákok? A helyes válaszokat ezúttal is közösségi oldalunkon várjuk. Mára ennyi fért a Weekendbe, jövő héten tartsanak velünk ugyanekkor. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, jó pihenéssel, viszontlátásra!